de már itt is van az érsek úr, feltámadt Krisztus. Valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm érsek atyát a stúdióból, és át is adom a szót Sajgó Szabolcs atyának. Én is mindenkit köszöntöm. És köszönöm, köszönöm szépen, és örülök, hogy nagyon, hogy összejött, hogy vállalt az első szóra, hogy így egy kicsit a televízió képernyőin keresztül a Galocsai Egyházmegyének a hívei felé és mások felé is, hát így rendelkezésedre áll, és mindjárt nem tudom, hogy hallottad vagy nem hallottad az adást korábban, de hogy éppen Csókai doktor volt adásban előtted, és akkor ő mondta, hogy ő mindig minden szombat reggel az Biblia magyarázatodat nézi. Itten óra, ez inkább ilyen, most az egyházatják vannak soron. Ez most folytatódik tovább a járvány időszakban. Igen. Igen. Hát hogy telnek a mindennapjait, kedves Balázs érsek atya? Hát az egyik, amire most itt éppen rátapintottál, hogy nem most kezdtem én ezt, hanem érsekségem kezdetén, minden héten tartok hittanórát. Az is a bajom már, hogy úgy érzem, hogy én már mindent elmondtam, amit tudok, hiszen 21 év óta csinálom. És mindig mást, új szövetség, morális, sok minden. Most készülünk a eukarisztikus kongresszusra, vagy annak jegyében kezdtem el, és hát a bibliai alapok után, hogy hogyan mutatható meg az egyházatyáknál, az egyház hagyományában az eukarisztia tisztelete, annak értelmezése, és most ilyenekkel is foglalkozom. Valaki persze úgy gondolja, hogy na hát kiakasztok egy brossúrát valahonnét, és akkor én azt ottan elmondom. De nem, mert ha például a mai napra gondolok Nagyszent Vazúra, hát kellett néznem a szabályzatait, az írásait, jó részét újra olvasni, amit egykoron olvastam, de vannak olyanok is, amit még eddig nem olvastam. És abból egy-egy órára 45 percre sűríteni, úgy, hogy egy kis szöveggyűjtemény is legyen benne, az számomra nagyon fontos, hogy kerek egészet adjon, de ugyanakkor nagyon nagy feladat is. És hát ezzel töltöm egyrészt az időmet, másrészt nem múlt el a hivatali életünk, hiszen éppen ma is a minisztériumból, a pályázatokkal, a papok dolgaival kapcsolatos ilyen e-mailes megkeresések azok megmaradtak, amire válaszolni kell, de még evangélikus püspök is írt. Tehát van az is, és hát miután nem tudok hétvégeken valahova menni, mert mindig vagyok valahol rendesen, nagy ünnepeket kivéve, mert most már bérmálnék, hát így itt van vagyok, és hát a Kalocsai Székesegyházból közvetített szentmisére is szoktam készülni. Mondod, hogy már mindenről beszéltél, de azt gondolom, hogy hát az ismétlés a tudás anyja egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy nem lemezeket teszel föl, hanem a saját magadon átszűrve, ha ugyanarról is beszélsz, persze lényegében ugyanazt mondja az ember a hitünknek az oda vonatkozó titkát, de mégis más, hogy mindig frissen, pontosan ezáltal, hogy ahogy így készülsz, hogy én azt gondolom, hogy ez egy kifejezett áldás, hogy már így mindenről beszéltél, és újra ezt. Igen. Hogyan tudod a kapcsolatot tartani a papokkal, a presbitérium, hogyan működik a Kalocsai? Hadd térjek vissza egy mondat erejéig az előzőkre, az ismétlésre is készülni kell, mert én hála Istennek papír nélkül szoktam beszélni. A prédikációt is, ha idézek, akkor veszem kezembe a papírt. A hitanórákat is. És azért érzem már magamon, hogy 45 percet újra meg újra úgy memorizálni, hogy én ott elő tudjam adni. És ráadásul mostanában hangommal sokat küszködtem, ez most más téma, de az nagyon nehéz, hogy valaki papír nélkül beszéljen. Most már elharapódzott a prédikációkban is, hogy olvasnak az emberek. Na most én
miután fejből, illetve megtanult szöveget mondok, és ott összeállítom, ez már egyre nagyobb szellemi erőfeszítést kíván tőlem. Visszatérve a papokra, tartom velük a kapcsolatot, ilyet még soha nem tettem, de hát nem is volt ilyen helyzetünk, hogy bezártságban éljünk. Mindenkit nagyszombaton fölhívtam telefonon. Megkérdeztem tőlük, hogy hogy vannak, mondták, hogy hála Istennek nem betegek, és kértem, hogy magukban és a környezetükben tartsák a lelket. Tehát meg hát azért fölhívhatnak, meg kellő távolságból, ha valamelyik pap bejön, akkor bejöhet. Tehát tartom a kapcsolatot, illetve az egyházmegye ügyes bajos dolgai most is megvannak, mert hát ahol emberek vannak, ott gond bőséggel akad, és hát ott valamilyen megoldást találni, magyarán kormányozni, az is feladatom, és az nem mindig könnyű. Mert a tanítás az egy dolog, de a kormányzás úgy, hogy azért általában megfeleljen az emberek igényeinek, ez nagyon nehéz. Hála van Istennek, olyan, ami... Igen. Hogy mondjuk én azért nem... A mi egyházmegyénk, most aláhúzom fölkiáltó jelekkel, nem szenvedünk olyan nagy paphiányba, mint más egyházmegyék. Tehát nálunk még mindig vannak olyan falvak, hogy egy pap van, olyan, hogy két falu, egy pap, olyan elég sok van. Három az már olyan, hogy az már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis település, ott már szinte alig vannak, és hát a városokban pedig, hála Istennek, vannak káplánok. Ez egy nagyon nagy áldása. Van-e az egyházmegyében ilyen gyakorlat, hogy egyes plébániák, vagy az egész egyházmegye, hogy hivatásokért imádkozik, hogy valahogy esetleg, vagy ima szándékok, egy közös... Hogyne, ez van. Úgy olyan, hogy ilyen egyesületet hoztam volna létre, mint például hallottam Szombathelyi egyházmegyéről, vagy a Székesfehérváriról, így nem, de úgy igen, hogy imádkozunk papi hivatásokért, az van. Az mindig. Személyesen én magam is szentmisébe is, illetve hát a papság végzi. Igen. Említetted a kormányzásnak a kihívásait. Mondanál esetleg, ami mondható, egy-két olyan dolgot, hogy ilyen tipikus nehézségek, vagy problémák, vagy ahol dönteni kell, ahol bölcsességetre van szükség, hogy jó irányba kormányozódjék a helyzet, az ügy? Igen. Hát először is óriási gond vidéken, hogy a falvak lakossága csökken. Aki már rég ott van, mert van olyan pap, én nem helyezem, ha a hívek meg vannak elégedve a pappal, és a pap is jól érzi magát, én nem helyezem el, ha csak nincs rá nagy szükség. Ebből adódóan 30 éve is ott vannak valakik egy-egy helyen, vagy még több is. Viszont ők mondják, hogy a szemük láttára fogyott el a falu. Tehát amikor oda ment, akkor volt 300 gyerek, most jobb esetben van 80 gyerek. Most egy olyan településen, ahol a fiatalság elmegy, vagy lecsökken, vagy nincs, ott nagyon nehéz a lelkét tartani az emberekbe, illetve a papoknak meglenni. Mert ez egy nagy gondot jelent, ahol nincs fiatalság. Ez is egy gond, és akkor úgy megkeresni, mert ők azért szeretnének azok a hívek, hogy ott legyen szentmise. De ugyanakkor semmi olyat már nem tud a pap elindítani, amihez például fiatalok lennének ott az ő kezeügyében, mert elvégzi a 8 osztályt, elmegy gimnáziumba, hétvégeken jó esetben látja, és utána elhagyja a falut. Tehát nem lehet rájuk építeni. Ez egy nagyon nagy gond. Pesti papok ezt még nem észlelik, mert ott azért mindig van ember, de vidéken ez egy óriási gond. Tehát így 5000-nél kisebb lélekszámú település egyre jobban küzdik ezzel a problémával. Ez is egy gond. Aztán gond az is, hogy hát ugye hova teszek egy fiatal papot? Mert azt mondja a plébános, hogy nincs házvezetésem.
nincs olyan helyzet, hogy én el tudjam őt látni. Tehát vannak emberek, akik talán azért nem kérnek káplánt, mert olyan szituáció van körülötte, hogy nehézé teszi a káplántartást. Ez is gond. És aztán, hát ugye, az is gondot jelent, hogy ha mennyiségi paphiányom úgy nincsen, de viszont azért a minőség még sok mindent követelne. Tehát az, hogy teszem azt, akár csak a központiba küldessek fiatal papnövendékeket. Egy legutolsó témával kapcsolatban, ugye azt látom, kérdezgetve ismerősöket, meg nézve különböző professzionális csoportokat, területeket, hogy akik megtehetik most ezeket a heteket vagy hónapokat, arra is használják, hogy után képezik magukat, hogy valamit elkezdenek tanulni, vagy valamit, amit ehhez kedvük volt, elkezdtek korábban, most tudják folytatni, mert jobban van rá idő. Olyan, hogy az egyházmegye szinten a papoknak valamiféle továbbképzése történhetne interneten, Skype-on, akárhogyan így ebben az időben, hiszen most mindenki egy kicsit korlátozva van, hogy ilyesmi az irreális, mit gondolsz erről? Hát ugye a közmondás úgy tartja, jó pap holtig tanul, ezt egy jó papnak nem kell mondani, hogy képezze magát. Tehát, hogy tanuljon a szabad idejében. Ahogy említettem, én is még mindig tanulok, pedig 70. életévenben vagyok. Viszont nálunk megmaradt a káplán vizsgák intézménye és a plébánosi vizsgájé. Ez nincs máshogy sok. Nincs. De arra készülni kell, mert ott például most ugye az eukarisztikus években kezdve azon, hogy a eukarisztiával kapcsolatos hivatalos megnyilatkozások, vagy Aquinói Tamás, vagy sok minden más ilyen témakor ki van jelölve, és ugyanakkor le kell adni nekik egyik évben 30 egymás utáni prédikációt, 30 hittanvázlatot, vagy dolgozatot, tehát ez van a kezdőkáplánoknak, és van plébánosi vizsga is. És ha egy plébános egyszer levizsgázott, akkor van még ilyen továbbképzési vizsgája is, vagy akkor az már... Olyan vizsga nincsen, de hát vannak a rekollekciók, vannak a koronák, és a rekollekciókra azért azt mindig föl szoktuk jegyezni, hogy ki van ott, illik ott lenni. Utána már olyan hivatalos vizsgája nincs az illetőnek, ami hát kreditponttal járna, de hát mondom, ha valaki lelkiismeretes és szabad ideje van, akkor kell, hogy képezze magát. Tehát nem szabad megmaradni azon a szinten, akár csak a prédikáció vonatkozásában is, hát nem lehet ugyanazt a beszédet mondani életeken át, egy életen át. Tehát már csak azért is olvasni és készülni kell. Meg hát ott vannak a hittanok, ugye? Tehát a hittanosokat is készítjük, megírják a érettségi tételeket, beküldik ide, ellenőrizzük. Tehát van feladatuk a fiatal papoknak, ha akarnak, akkor nagyon sokat tudnak dolgozni. Még a jelen körülmények között is, igen. Eszembe jutott így beszélve, hogy megtanulod hogy fejből tudjad mondani, ne kelljen papírt használni, csak idézetekre megtanulod az előkészített anyagot. Eszembe jutottak a szemináriumi évek, ugye a 70-es évek elején, amikor a központiban együtt voltunk, akkor csináltuk azt a szűkebb kört néhányan, és akkor hétről hétre kijelöltünk magunknak a görög szentírásból részleteket, és akkor azokat fejből megtanultuk, és fölmondtuk egymásnak a memoritereket. Nagyon előjött ez bennem, amikor most mondod, hogy a memoritert azt csinálod újra. És tovább. Akkor még volt a magyar iskola is, emlékezzünk vissza rá. Igen. A magyar iskola is volt. Érdekes, hogy ott Pesten inkább meghívtunk
előadókat. Egerbe én 2 évet jártam Egerbe, ott meg önképzőköri alapon történt, hogy például ilyeneket csináltam, hogy Petőfi világnézete, Gárdonyi hite, Babics hite, amikor kispap voltam Egerben. Úgyhogy tehát akkor a önképző körben az irodalmi vonatkozású képzés is megvolt, és nagyon jó atya, a Szent Iváni atya, a líceum fő könyvtárosa fogta össze az irodalom iránt érdeklődők. Talán a kedves nézőknek nem felesleges elmondani, hogy a 19. század első felében a reformkor idején akkor indult be a szemináriumban ilyen magyar iskola, mert hát hogy mi az, hogy magyar iskola egy szemináriumban, hogy mivel az oktatás az latinul ment, mivel nagyon sokféle nyelvi háttérből voltak, vagy többféle nyelvi háttérből az emberek, ezért hozták létre ezt a önképzőkörös ilyen magyar iskola, ahol tényleg a magyar nyelvet hát mélyítették, és a több nyelvűséget erősítette nagyon, és ennek olyan szép más lett a funkciója aztán, amikor már ez nem volt annyira kérdés, inkább pontosan ez az önképzés, és a bizonyos területeken, kultúrterületeken kiegészíteni a szemináriumi képzést, amivel. Hát kedves atya, egész biztosan vannak az Egyházmegyében is, akik nézik, hallgatják ezt a beszélgetést. Most mit üzensz nekik? A saját Egyházmegyének mindenkinek üzenem, akik hallgatnak, hogy tartsunk ki a hitben. Ez visszaad a lelki állapotunkra, mert most tanság sok ilyesmit hallok, hogy megviseli az embereket a bezártsági depresszió és hasonló betegségek környékezik. Ez mindenkivel megtörténhet, bizonyos, de azért, aki a hitben ki tud tartani, a reményben, akkor az sokkal egészségesebben tudja átvészelni ezt az időszakot, sőt, ez a próbatétel később hasznára is válhat. Hát az nagyon egybecseng akkor, ugye Csókai András doktornak az üzenete is többször itt a televízióban mondta, hogy ugye, amit hát mindannyian tudunk, de olyan nagyon erősen és hatékonyan hirdeti, ugye, hogy a lelki immunrendszer az még fontosabb talán, mint a fizikai immunrendszer, és hogy az élő hit az mennyivel egészségesebben tartja a járványhelyzetben is, és kevésbé pusztítja a járványot. Hát köszönjük szépen, kedves püspök atya, érsek atya, hogy csatlakoztál. Igen, hát köszönöm szépen, és hát mindannyiótoknak az Úr kegyelmét kívánom. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy tartsunk ki a hídben. Köszönjük szépen. Föltámadt Jézus. Valóban föltámadt.